Mint arról korábban tudósítottunk, 40 millió forintból újulhat meg ez a konyha nyírturán, ahol 260-270 ember részére főznek nap, mint nap. A település ebben az évben egy a belügyminisztériumhoz benyújtott pályázatán nyert forrást a beruházásra. Az önkormányzati óvoda konyhája több mint 50 éves, ezért az épületet lebontják és teljesen új konyha technológiával szerelik fel. Az állam 3 milliárdot szán országosan erre a célra, több mint 170 tele részesül a támogatásban. Nyírturán az óvodára 30 milliót költöttek 2016-ban, csoportszobával, tornateremmel bővítették, itt további fejlesztéseket is terveznek. Kijelöltük ezt a célterületet is a topos forrásokban bölcsőde fejlesztésre. hisz most is egységes óvoda bölcsődénk van öt fős kis bölcsés csoporttal, és ezt szeretnénk hétfőre bővíteni, és ehhez szükség van egy újabb fejlesztésre, bővítésre, hisz ilyen létszámnál már másabb szabályok vonatkoznak azokra a kis bölcsődésekre, mint az óvodásokra, és ennek szeretnénk megfelelni. És ebben a topos keresben 40 millió forintos pályázati forrás elnyerését van, bevonatva befogadták a pályázatunkat, most már csak az eredményhirdetést várjuk mi is. A főút kettészeli nyírturát több szakaszon gyalogos átkelőt szeretnének létesíteni a biztonságos közlekedés érdekében. Két zebrát szeretnénk elhelyezni a településen, ennek is engedélyes terve rendelkezünk, ami átvezetne a négyes számú főút keresztül a településünket, és elég sok bonyodalmat okoz az átjárás. A falu közepén lenne egy, és a falu elején egy zebra, és egy átkötő út, ami a Rákóc utcát és a Temető utcánkat összeköti, a lakosságnak egy részletemető bejárás problémáját oldaná ez az útszakasz. Az orvosi rendelő és a védőnői szolgálat felújítása is napi van. Ezekre a beruházásokra is pályázott az önkormányzat, mert mindkét épületre ráfér a korszerűsítés. Az orvosi rendelő még bővülhet is egy kisebb épület Uniós forrásból Kondi Park épülhet és a futballpálya is megújul nyírt urán.